A vámbéri téri Szent György templom megtelt az augusztus 20-ai ünnepi szentmisére. Az eseménynek ezúttal is fontos része volt az új kenyér megáldása és megszentelése. Nem maradhatott el István király életének méltatása sem. Az elhangzottak szerint a Szent király jó államférfi, jó keresztény és jó családapa volt, és példaképül szolgálhat számunkra. Egyházunk a szenteket állítja elünk példaképnek. Menj olyan szentet ünneplünk, aki közel áll hozzánk, akinek oltáron a Dunaszerdai templomban, amit felajánlja a kornát, a népet, az országot, a nagy boldogasszonynak, olyan szent, akinek égi születésnapját ünnepeljük, hisz 1083-ban ezen a napon avatta őt hivatalosan szenti az egyház. Szent István nem csak bátor, de előrelátó is volt, hiszen Magyarország 1000 év után is létezik, tagja az Európai Uniónak, az Észak-Atlanti Szövetségnek. Más nemzetek eltűntek a történelem süllyesztőjében, a magyar nemzet megtépázva bár, de megmaradt. Úgy hiszem, hogy Szent István hite, elszántsága és bátorsága számukra is felvidéki magyaroknak mindenképpen például szolgálhat. Mindegyikünk meríthet a hétköznapi küzdelmeinkhez a Szent Istváni hitből, az elszántságból és a bátorságból. 1000 éves szenterekje, érd meg a boldogabb újabb 1000 évet! Büszke, bátor öntudat emelje hazánkat! Te mutasd meg az utat a magyar királynak, hogy amit te kezdtél oly dicsően, ő folytassa, végezze dicsőbben. Hol vagy István király? Téged magyar kíván, gyászos öltözetben, te előtted sírván. 100 esztendővel ezelőtt a magyarok joggal énekelhették a régi ritmust, az ősöktől ránk maradt sorokat. 100 esztendővel ezelőtt Szent István ünnepe már határokkal elválasztva találta a magyarságot. A szívekben pedig megfogalmazódott a nagy kérdés, melyet már oly sokszor tettek fel, már oly sokan. Mi lesz velünk, magyarok? 100 esztendő eltelt, a magyarság pedig határozott és egyértelmű választ adott erre a kérdésre. Vagyunk. Ma itt, Csallóköz szívében ugyanezt a választ adjuk a történelmi kérdésre. Itt vagyunk. Megmaradtunk, mert hála Szent István királyunknak, nemzetünk történelmi horizontja nem 100, hanem több mint 1000 éves. Hol vagy István király? Kérdezi ősi himnuszunk. A Dunaszerdahelyi Szent István térről azt válaszoljuk erre, itt van köztünk. A koszorúzás után a Városi Művelődési Központra irányult a figyelem, ahol átadták Dunaszerdahely városdíjait. Az ünnepélyes eseményről következő műsorunkban számolunk be részletesen.